Kedves látogatónk! Az elmúlt 24 órában egy technikai fejlesztést, frissítést hajtottunk végre a honlapunkon, ezért nem volt elérhető, de mostantól újra él, újra látogatható, újra eléritek az anyagokat, a videókat. Azonban a belépési eljárás, vagy ahogy be tudtok lépni, az egy picit módosult. Ennek az az oka, hogy a böngészők rengetegen biztonsági funkciót tartalmaznak azért, hogy megóvjanak minket az internet veszélyeitől. Ezért most három lehetőség van, vagy háromfajta módszer van, hogy előszörre, a frissítés után először be tudjatok lépni. Az első lehetőség az az, hogy minden böngészőben van egy úgynevezett privát vagy inkognitó ablak, és ha ezt megnyitjátok, akkor itt csak simán be kell lépni a honlapra úgy, ahogy eddig. Ezt a privát ablakot úgy tudjátok megtalálni, hogy itt van fölül ez a három kis vonal, jobb felső sarokban, és ezt rákattintotok, akkor itt megjelenik a harmadik sorban az új privát ablak, és ha ez megnyílik, akkor itt már csak be kell írni a valdorart.hu-t, megnyitni a belépés menüt, és itt beírni a felhasználó nevet és a jelszót. Ez volt a Firefox. A Chrome-ban nagyon hasonló. Itt is itt nem három csillag van, hanem itt három pont van, nem három vonás, de itt is a harmadik, az az új inkognitó ablak. A Microsoft Edge-ben pedig, ott pedig vízszintesen van három pont, de itt is a harmadik, itt úgy hívják, hogy új privát ablak. Tehát ez az első lehetőség. A második lehetőség az az, hogy be kell menni a beállítások menübe, a böngészőben, ez most ugye a Google Chrome, és ezt a beállítások menüt ugyanígy tudjátok előhozni, hogy itt a jobb felső sarokban rákattintotok erre a kis ikonkára, és itt van a beállítások menü. A beállítások menü belül van a biztonság és adatvédelem, és itt két lehetőség van, vagy törlitek a böngészési adatokat. Itt ki lehet állítani, hogy milyen időtartamból böngészés előzményei, cookie-k, ezek a sütik, gyorsítótervben szereplő képek és fájlok, ami fontos, hogy ezek a cookie-k és egyéb webhelyadatok, ezek legyenek kiválasztva, és ezeket töröljétek. Jó, tehát ez, amikor minden előzményt kitörölsz a böngésződből. Ha ezt választod, akkor minden egyéb információ, más honlapokhoz való belépési információk is törlődnek. Na most megmutatom ugyanezt a Microsoft Edge-ben mondjuk, ott is a beállítások menü, össze kell menni, és itt egy pillanat, adatvédelem, azt hiszem, igen, adatvédelem menüpontban, és itt a böngészési adatok törlése most, erre kattintasz, törlendő elemek kiválasztása, és hasonlóan működik, mint a másik böngészőből, be tudod állítani az időtartományt, elmúlt 1 óra, 24 óra, 7 nap, stb. És hogy mit. Itt is az a fontos, hogy ezek a cookie-k és egyéb webhely adatok ki legyenek választva. A Firefox menüjében ott is hasonló módon, tehát beállítások menü, aztán azon belül az adatvédelem és biztonság, és itt pedig, ha jól emlékszem, igen, itt van az előzmények törlése, és itt ugyanígy, mint az előző alkalmakkor, vagy előzményekkor, ki tudod választani, hogy milyen időtartományban, milyen időtartományban visszamenőleg törlött ki ezeket. Itt ugye úgy hívják, legalábbis a magyar nyelvűben, hogy sütik, az angolban pedig cookie az a neve. Jó, tehát ez a módszer minden ilyen jellegű adatot töröl. A harmadik lehetőség az egy hangyányit bonyolultabb, de nem sokkal, ugyanis az a lényeg, hogy ez a süti vagy cookie legyen kitörölve, ami a valdorart.hu-hoz kapcsolódik. Most nézzük akkor a Firefoxot.
Firefoxnál ugye beállítások, adatvédelem és biztonság. Ezt megmutatom így még egyszer előről. Tehát ide mész az alkalmazás menüre, a három vonalacskára, rákattintasz a beállításokra, a beállításoknál itt bal oldalt az adatvédelem és biztonságra, majd itt egy kicsit le kell görgetni, itt vannak a sütik és oldaladatok, és itt az adatok kezelésére mész rá, és itt megkeresed a Valdorartot. Erre rákattintasz, hogy ilyen kék legyen, és utána a kijelölt eltávolítása gombra kattintással törlöd ki tulajdonképpen, és utána elmented a változtatásokat. Így. Jó, ez volt a Firefox. Nézzük, hogyan működik ugyanez a Google Chrome-ban. A Google Chrome-ban ugyanúgy beállítások menü, biztonság és adatvédelem, és amikor följön ez a képernyő, akkor itt a cookie-k és egyéb webhely adatokba mész bele, és itt pedig meg kell keresni, ez a megtekintheti az összes webadatot és engedélyt, és itt szintén följön egy lista. Ha nem látod a listában, akkor ide a keresésbe elkezded beírni, hogy Valdorart. Ha megvan, akkor rákattintasz, és utána erre a kis szemetes ikonra rákattintva törlés, és kitörölted. Nézzük a Microsoft Edge-ben, hogyan működik ez. Itt a baloldali menüből a sütik és egyéb webhelyengedélyek, ezt kell kiválasztani. Aztán itt le kell görgetni, de lehet, hogy rosszul mondom. Nem, ez is az adatvédelem, bocsánat, az adatvédelemben lesz, ha minden igaz. Vagy mégsem. Mert a Microsoft Edge-et én nagyon ritkán használom, és ezért most meg kell keresnem, hogy hol van a... Ja, hát itt van a tetején. Tehát sütik és webhelyadatok kezelése és törlése. Ha itt rá kattintasz, akkor kinyílik ez az ablak. És nézzük, hogy hol lehet ezt megcsinálni. Összes cookie és webhelyadat megtekintése. És itt már ismerős a környezet, itt meg kell keresni a valdorart.hu-t. Kis nyilacskára rákattintva ki lehet törölni a kis szemetes ikonnal egyiket is, másikat is, és ezzel kész is vagy. Tehát ez a három módszer létezik. Ha biztosra akarsz menni, akkor ez az utolsó, az, amit ajánlok, hogy a sütit, ezt az egy kukit, a valdorart.hu-hoz tartozó kukit törölt ki. A leggyorsabb vagy legegyszerűbb pedig az inkognitó ablak vagy privát ablak megnyitása. Jó, remélem nem lesz túl bonyolult. Ha kitörölted az előzményeket vagy a sütiket, akkor ezt többet már nem kell megcsinálni, ezt elég egyetlen egyszer, és onnantól fogva már a normál beépéssel tudsz újra visszajönni a honlapunkra.